A Bozsik program egyesületi rendezvényei egy hónappal ezelőtt kezdődtek el a megyében, már 3 tornán, illetve fesztiválon vannak túl a 11-13 és a 7-9 éves gyerekeket felvonultató csapatok. 74 egyesület 2200 gyerekkel nevezett be a 2015-2016-os szezonra, ezzel az országos rangsorban Budapest után Borsod-Abaúj Zemplén megyével egyetemben a második helyet foglalja el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az intézményi program nevezési határideje október 14-én járt le. Az intézményi program népszerűségre egyre nő, ez annak is köszönhető, hogy ugye hamarosan, tehát szó van erről már komolyabb szinteken is, hogy bevezetik nem csak a napi testnevelési órákat, hanem a labdarúgást is a középiskolában, illetve az általános iskolákba, és ennek megfelelően egyre több intézmény nevez be országos szinten a megyébe is, soha nem volt még ennyi intézményünk, jelenleg 164 intézmény adta be a regisztrációját, és több mint 8300 gyermek fog részt venni az intézményi programba. Az intézményi programból van átjárás az egyesületi programba, mivel a cél az, hogy a tehetséges gyerekek egyre jobb társakkal játszanak együtt, és egyre feljebb kerüljenek a képzeletbeli ranglétrán. Az intézményi program lényege, hogy egy tehetség se vesszen el, illetve az ott ügyes, jól mozgó gyerekeket folyamatosan figyelik az egyesületi edzők. Tehát úgy kell elképzelni az intézményi programot is területi elv alapján a 164 intézményt 10 körzetbe osztottuk. Hasonló a körzetközpont, mint az egyesületi programban a csoportközpont. Egy-egy intézményi fesztiválon, tornán jelen vannak a központi egyesület edzői, és ott a legügyesebb gyermekeket meglátják, megszólítják, szülőkkel elbeszélgetnek, és bizony a legügyesebb gyerekek tovább mehetnek az adott sportegyesületbe. Aztán pedig, hogyha ott is ügyesen is jól teljesítenek, akkor természetesen központi egyesületbe kerülnek, majd onnan esetleg akár még tovább az akadémiára, vagy esetleg a megye válogatotthoz. Az intézményi program rendezvényei október 2. felében kezdődnek, míg a hétvégén a 7, illetve 9 évesek számára a Soros Fesztivált rendezik meg a 6 megyei alközpontban.